Tavaly november 1-től a Széchenyi Programiroda szakmai felügyeletét a miniszterelnökség látja el, így az irodák területfejlesztéssel kapcsolatos feladatai is megváltoztak, a közeljövőben szorosan együttműködnek a megyékkel. Megvalósult a napokban már mind a régió mindhárom megyében az új területfejlesztési koncepció készlet, ennek a társadalmasításai folynak, és itt valószínűleg, hogy új feladataink lesznek, ezen kívül pedig olyan új feladataink lesznek, ami a határon átnyúló közös Európai Uniós források elérésére vonatkozik. Elhangzott, a 2013-ig rendelkezésre álló források 90%-áról már döntés született. A kifizetések összegét idén a tavalyi 1200 milliárd forintról 1500 milliárd forintra kell növelni, hogy a teljes keretet le lehessen hívni határidőig. Ebben a kedvezményezetteknek minden segítséget megad a Norda. Folyamatosan monitorozzuk ezeket a projekteket, amiket mi kezelünk, és miért mi azt látjuk, hogy esetleg probléma vagy megakadás a projektben, vagy esetleg nincs róla információnk, felkeressük személyesen, vagy a Széchenyi Programirodán keresztül felkeressük a kedvezményezetteket. Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő a következő 2014-2020-as uniós büdzsével kapcsolatban elmondta, a költségvetés 1003 milliárd euróról 960 milliárd euróra csökkent. Ennek ellenére Magyarország olyan megállapodást kötött, amelynek eredményeként a támogatás egy lakosra számított összege a korábbi 660 ezer erről 712 ezer forintra nő. Hangsúlyozta, hogy az uniós és a hazai gazdaságpolitikai célok érdemi támogatására akkor van lehetőség, ha az ország a forrásokat koncentráltan használja fel, ezért a keretösszeg 60%-át gazdaságfejlesztésre, 40%-át ágazati fejlesztésre különítik el. A konferencián a résztvevők tájékoztatást kaptak a jelenleg futó energetikai pályázati kiírásokról és a fiatalok vállalkozását támogató pályázati lehetőségekről is.